Szeretettel köszöntök mindenkit, itt vagyunk a Clockpubban, és itt fogjuk felvenni a Griftsider 100. adását. Hamarosan érkeznek a vendégeink. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Griftsider, a Digitális Legendárium podcastja, és annak is a 100. adása, úgyhogy ez most egy különleges alkalom, nem csak hallhattok minket, hanem láthattok is, legalábbis, hogyha YouTube-on nézitek az adást, engem Bajer Árpádnak hívnak, és a mai témánk tudomány, tévhitek, tévedések. És most nem egy emberrel beszélgetek, hanem négyel egyszerre. Itt van velem Ablonci Balázs, Varga Szabolcs, B. Szabó János és Herman Robert történészek. Szervusztok! Először azt szeretném kérdezni, hogy hogyan jön létre egy történelmi tévhit? Tudtok-e hozni egy példát, ami a saját területetekhez kapcsolódik? Valami, amit történelmi tévhitként tudtok megnevezni? Hogyan jött ez létre? Milyennek az origója? Én lehet, hogy nem általánosból, vagy nem specifikusból kezdeném, mert nyilván, hogy akkor Trianon legendákról beszélünk, de erről nyilván talán lesz is szó. Én azt gondolom, hogy a tévhiteket az alapvetően az embernek az a egyébként teljesen racionális vágya hozza létre, hogy megértse a körülötte lévő világot. Ez a világ, ez nagyon sokszor egy összetett hely, nagyon sok tényezős magyarázatok vannak. Azt viszont senki nem szereti, vagy legalábbis nehéz átlátni, vagy olyan specifikus tudást igényel, ami lehet, hogy nem mindenkinek van meg. És akkor az egy tényezős magyarázatok, és akkor itt kanyarodunk rá a specifikusra, hogy Zsos Clemenceau-nak volt egy magyar menye, akit utált, és ezért utálta Magyarországot is. Ez egy befogadható méretű magyarázat, ráadásul anyósa vagy apósa általában az emberek többségének van, legalábbis egy darabig. Tehát, hogy ez egy átlátható történet, bizonyos értelemben folklorizálható, és innentől megvan a magyarázat, és utána akkor már nem kell bíbelődni azzal, hogy hogyan néznek ki a nagyhatalmi viszonyok, ki mit akart, meg hogyan néz ki a nemzetközi diplomáciai döntéshozatali mechanizmusa. Ennyi az egész. Tehát, hogy alapvetően valahol a mélyén a mag az egy racionális vágy, hogy megértsük azt, ami történt, vagy ami történhetett volna, és fölvázoljunk esetleg egy alternatív utat, hogy hogyan kellett volna máshogy csinálni. Tehát benne van a tanulási vágy, az más kérdés, hogy ez egy csomó esetben nagyon zárt, és nem igazán enged többes magyarázatokat, nem mérlegel, nagyon sokszor ezek a tévhitek, úgyhogy nagyjából én az kezdetnek talán ennyit foglalnám össze, de biztos itt a kolléga urak is tudnak érdemi hozzászólást tenni ebben. Biztos, hogy ez az alapmotiváció, és ugye mindenki a saját tudás szintjén alkotja meg a magyarázatait, tehát ha a nagyhatalmakról még nem hallott, de anyusa meg apusa van, akkor ez egy teljesen adekvát dolog. De van egy másik csoportja azért ezeknek a dolgoknak, hogy maguk a tudósok gyártják le azokat az elképzeléseket, ami aztán utóbb téves elképzelésnek minősül, ám de a közönség ragaszkodik hozzá, és tévhitként él tovább. Én átérnék egy konkrétumra, ugye a Görgei árulása. 1849. október 6-án Aradon kivégeznek 12 honvéd tábornokot és egy honvéd ezredest, és Görgei Artúr, aki a szabadságharc hadseregének fővezére volt, az nem volt közöttük. Ebből a közvélemény egy jelentős része azt a következtetést mondta le, hogy hát Görgei nyilván elhagyta a bajtársait, tehát áruló volt. És ez nagyon jó magyarázat volt egyébként a szabadságharc egész vereségére, hiszen hogyha 1849. áprilisában legyőztük Ausztriát, akkor mégis mi a magyarázat annak, hogy néhány hónapon belül katonailag összeomlik ez az állam. Igaz, hogy bejött 200 ezer orosz katona, de hát a magyar az nagyon vitéz, és nyilván ez nem következett volna be, hogyha nincs egy ilyen esetleges tényező. A tetejében nagyon igazunk volt 48-ban, tehát az erkölcsi igazságérzetünket is érti az, hogy egy ilyen igazságos küzdelem ilyen szörnyű véget ért, és hát ennek nem lehet más magyarázata, mint hogy volt egy esetleges gigszer, ugye a fővezérnek az árulása. De egyébként, amit a János mondott, abban is kétségkívül sok igazság van. Például szintén 48-49-ből kiindulva, ugye sokáig kiirthatatlan volt az az elképzelés, hogy első Ferenc József kezet csókolt első Miklós orosz cárnak 49. május 21-én, amikor Varsóban tárgyaltak az intervencióról. Aztán kiderült, hogy Angyal Dávid félreértett valamit, amit olvasott.
és hát ugye így került be 1940-valahányban az ő egyik monográfiájába ez az állítás, és miután olyan jó hangzott, ezért elterjedt, mint a vírus. Én örülök, hogy kiváltom egyébként, mert nagyon hasonló az analógia például ez a szapolyai elkése. Hát egy elkés nem volt ott. És innentől kezdve nagyon egyszerű volt, és nagyon hamar meg is jelent egyébként az a gondolat, hogy túlélők beszámolói csata utáni pár nappal már, hát biztosan azért késett el. Hát, hogyha, és onnantól kezdve ez egy történelmi forrásra válik, mert valaki leírta. És pár száz évvel később már lehet rá hivatkozni, hogy hát itt van, itt szerepel, sokan írták, hogy szapolyai elkésett, és lám ő lett az uralkodó, hát innentől egyszerű a képlet, mindenki érti. Nem is kell kimondani, mint az egyszer egy, biztosan azért, mert ő így akarta, és már lepaktált, és már, és a legendárium innentől kezdve nagyon könnyen elkezd virágozni ezer másik irányba. De hogy van egy pici történelmi magja, ami a túlélőknek a információ hiányából fakad. Tehát, hogy ők sem tudnak mindent, valamennyi részproblémát látnak csak ebből. És hát persze, hogy megmarad egy ilyen kitöltetlen űr, amit ők beraknak, hogy az úgy ne maradjon kérdésként. Hogy miért nem ért oda az erdélyi vajda. És lesz belőle egy máig írthatatlan évhit, tehát nincs az a előadás, aminek a végén mondjuk egy órán keresztül arról hallanak, hogy miért nem, majd jön az első kóbor kérdés, nagyon köszönjük az előadást, nagyon izgalmas volt, de azért tudjuk, hogy elkése. Tehát, hogy így, és akkor visszajutunk a startmezőre. Szerintem, bocsánat, Szabos, mondott egy fontos dolgot, hogy ezeknek a tévhiteknek, legendáknak, tök mindegy, mindegyiknek van egy valamiféle valóság magva, van általában, az más, nem is feltétlen valóság maga, de egy értelmezés magva van, ami egy adott időpillanatban lehet, hogy érvényes volt talán részben, de erre föl tud épülni egy, tehát hogy megint a saját fia példámban van, hogy sem azt mondom, tényleg volt egy magyar menye, csak hogy ennek nem nincs feltétlen köze a szilóni békeszerződéshez. Tehát, hogy ezek a magvak léteznek, Szapolyai nem volt ott, most aztán, hogy elkésett, akarta, nem akarta, tehát hogy innentől fogva elindul egyfajta agyalás rajta, és az emberek nem fognak leveleket olvasgatni azzal kapcsolatban, hogy ők ezt megfejtsék, ezt a talányt, hanem akkor elkésett, mint ahogy én is szoktam az óráimról, tehát akkor nyilvánvalóan már leszoktam arra, hogy kamu magyarázatokkal álljak elő, hanem azt mondom, hogy elkéstem, az én hibám. Tehát, hogy nem magyarázzuk, az emberek magyarázzák általában. Mert ugye ez egy történelmi tény, hogy ott volt, nem volt ott, de az oksági viszonyokat az emberek konstruálják hozzá. És akkor én azt gondolom, hogy mind a kettőtök példájánál van még egy nagyon fontos tényező, amiről szót kell ejteni, és ez az aktuálpolitika. Tehát, hogy az, hogy ezek a felmerült gondolatok olyan hosszan tovább tudtak élni, és a történetírók műveibe is gyökere tudtak verni, a mögött nagyon komoly politikai érdekek húzódtak meg mindkét esetben, és egy csomó esetben újra és újra kiderül, hogy azért az, hogy az emberek fejében megforduló magyarázatok közül mi az, ami fölemelkedik majd a történetírás szintjére, és bekerül a történeti művekbe, és bekerül a tankönyvekbe, és hosszú idő alatt gyökeret ver, tehát ahhoz azért elég komoly köze van a politikai szándéknak, a hatalom szándékának, hogy éppen neki mi jó ebben, vagy mi nem jó. Ugye Szapolyai elkésése a Habsburgoknak pont jó történet volt, úgyhogy ők díjazták azokat a magyarázatokat a történetírók esetében is, amik erre építették föl a narratívát. Igen, tegyük hozzá, hogy szerintem a politika mellett, ami nyilvánvalóan megvan, most itt nyilván számtalan példát lehetne hozni, de ez egy jó példa volt, és akkor végre nem 20. századi példákkal mondjuk, hogy vannak eszmetörténeti szálak is azért, tehát vannak hosszantávú eszmei mentalitásbeli megrögzöttségek, akár a magyar történelemben, amik élnek és hatnak. Ugye itt beszéltünk, mielőtt elindult volna a függetlenségi gondolatról, tehát az, annak a különböző, egyébként 20. századi transformáció, Habsburg ellenesség, Magyarország önállóságának az elvesztés, az ezzel kapcsolatos a közvéleményben alakuló képek, azok iszonyatosan fontos szerepet játszanak, akár bizonyos értelemben, ha megnézzük, egy darabig a magyar szélső jobb oldal gondolkodásában, és gondoljuk például a fajvédőkre, a 20-as években, bizonyos értelemben a kommunista párt, tehát legalábbis a 45 utáni kommunista pártnak a révai féle a függetlenségi hagyományt beemelő hagyományában, ahol nagyon kézre esett az, hogy Görgei volt a rossz fiú. Tehát, hogy, és ez nyilván politikai instrumentalizálva van, de van egy visszanyúló magyar politikai hagyomány, amire lehet támaszkodni.
És biztosan összetettebbek, hogy nem egy egyenes vonalú egyenletes mozgás, hiszen amikor a történetírói műveket mondjuk szépírók interpretálnak, de hogy Rudi ebből a szempontból az 1920-as években, amikor ő is beleszállt a 400. Mohács emlékébe, de utána Rudinak a festett királyban látott szapolyai képe, az már visszaköszön, mintha történeti forrásról lenne szó 60 évvel később kommentekben, hogy hát olvastuk, tudjuk. Tehát, és nem választja már külön a közgondolkodás a 16. századi kortárs forrást, meg a 20. században erről íródott szépirodalmi alkotást. És ez az egyik ilyen izgalmas dolog, hogy utána ez hogyan kezd egy önálló életet élni, és hát azért olyan is van, amikor nincs mögötte forrás, de hogy így az egyik kommentben szerepel, tudjuk azt, hogy a bécsi levéltárban ott van, hogy a Habsburgok el akarták veszélyteni Lajost. Tudjuk. Írja egy olyan, aki megmerem kockáztatni, soha nem járt a bécsi levéltárban, megmerem kockáztatni, egy darab forrás sem látott, úgyhogy valahol ezt összekötötte, hogy igazolja a saját tévképzetét, de gyártunk egy forrás mítoszt hozzá. Aminek meg kéne, hogy legyen, mert beleillik, csak elveszett. Ez egy ilyen, azon mondom, tudatos konteós gondolkodás, megvan az alapforrás, tudjuk, hogy mi van benne, csak éppen nincs a kezünkben, mert eldugták, ellopták, valahol éppen titokban lappan. Ugye a Trefort levele, amiben állítólag ugye azt mondta, hogy nem támogatja a magyar török rokonságot, de ugye a Rudi festett királyánál viszonylag, nem azt mondom, hogy egyszerű a helyzet, mert nyilván itt is van emberek, akikre hatással van, de az rá van írva, hogy Rudi Gyula, festett király, egy irodalmi, nagyon sokszor szembesülök az, hogy 18-19-el kapcsolatban, egyébként jó szándékú, vagy történelmi iránt érdeklődő emberek, egyébként egész magas állású közeleti férfiúk és hölgyek, például Tormai Cecilnek a Bujdosó naplóját, egyfajta történeti forrásként fogadják el, hiszen ott van, hogy napló, hiszen oda van írva, hogy 19. április 13-án ez történt. Azt a kérdést persze nem teszik föl, hogy 1919. április 3-án, vagy 13-án hol volt Tormai Cecil. Tormai Cecil Balassa gyarmaton, baráti huszár aladár, hát ha most rossz indulatú vagy, a Spájzában, de mondjuk a vendégszobájában húzta meg magát, ugye kvázi bújdosóként, ugye innen van a könyv. Tehát azt, hogy a budapesti szovjet házban Kumbéla hosszan maga elé nézett, és azt mondta, hogy fel kell akasztani a reakciósokat, ezt nyilvánvalóan nem tudhatja, ez egy utolagos konstrukció, irodalmi konstrukció, hiszen nem volt ott, tehát hogy még szemtanúként sem működhet, ami látok, hogy a szemtanúknak is egyébként nem biztos, hogy mindent látnak egyébként. Tehát, hogy vannak a Bujdosó könyv az elmúlt évtizedekben egyfajta ilyen áltörténeti forrássá fejlődött, még bizonyos értelemben cinkeltebb lapokkal játszik, mint Rudi, meg a festett király, meg egy csomó irodalmi mű, mert arról azért többé-kevésbé tudjuk, hogy irodalmi mű, ez pedig naplónak van eladva. De hát egy állnapló tulajdonképpen, és lehet tudni utólagos tudósításokból, hogy mikor kezdi el írni, tehát lehet, hogy helyben vezetett naplót egyébként, de ezt lehet tudni, hogy 19 őszén kezdi el írni, és az első fejezetekkel házal, és aztán meg is jelenik például Balassa gyarmaton, elő is ad erről a korszakról. Tehát visszajön a bújdosás a színhelyére, és akkor elmondja, nem tudom, hogy Cecil, hogy készül a könyvben. Az nem ott is akkor készül. De hát ez nem csak tehát az ilyen jellegű szövegek nem csak az outsidereket tévesztik meg. Ugye van egy nagyon régi példa, a tatárjárásról készült beszámoló. Én is tanultam az iskolában, az elődeim is tanulták, ti is tanultátok. Mennyire rossz volt a magyar haditerv, mert Batukán fölment egy dombra, és megszemlélte a magyar tábort, és kiröhögte a IV. Béla királyt. Bolondok ezek a magyarok, mert mint a birkák akkorba zárták magukat. Igen, és ezt egy dalmát történetíró írta le néhány évvel később, akinek nyilván pontos rálátása volt arra, hogy mi történt a mongol táborban, és Batu mikor mit mondott a vezérkarnak. De ezt a kérdést hát úgy néhány száz éven keresztül nem tette fel egyetlen egy történés sem a forrással kapcsolatban, ellenben a forrás részletet bemásolva tanították a gyerekeknek a magyar hülyeséget ilyen formában. Ahogy az sem, hogy egyébként miért nem szerette a történetíró IV. Bélát, és miért sikerült ezt így megfogalmazni, ezt a dolgot, és csont nélkül átment, tényleg évszázadokon keresztül. Na de, amiről ti beszéltek, az egy írástudó megközelítés, hogy van könyv, van címlapja, az ember olvas, meg tud különböztetni dolgokat, de most nagyon stílusosan mi itt ülünk egy sörözőben.
és azért ennek a diskurzusnak a nagy része az azon a szinten folyik, az interneten főleg, mint hogyha a mi hallgatóink, meg nézőink itt ülnének velünk szemben a sörözőben, mindenkinél lenne egy pofa sör, és hát így bemondásos alapon. Tehát az oralitásnak szerintem ezeknek a tévképzeteknek a terjedésében ma már sokkal nagyobb szerepe van, mint az írott szövegeknek könyvformában. És ugye innentől kezdve nincs címlap, meg nincs kolofon, meg nem tudod visszanézni, meg a jegyzet sincs. Minden egyet ér. Tehát a te előadásod az interneten, a Gipszi József lakatos gépszerelő előadása ugyanarról a témáról, és hogyha ő szebben mondja ugyanazt, amit te beszélsz, akkor ő a befogadó. Az a különbsége. Pillanat, csak hogy szeretném itt összegezni, mielőtt itt elmegyünk minden irányba, amitől is el fogunk menni, de hogy nagyjából úgy látom így a diskurzusból, hogy történelmi tévhit az nagyjából úgy jön létre, hogy van egy valóságmagja, van egy egyszerűsítési igény, hogy ne egy ilyen nagyon komplex valami, hanem egy sör mellett bárkinek elmesélhető és átélhető történet legyen belőle, és legyen egy hagyomány, amiben illeszkedik, tehát ne legyen nagyon távol attól, ahogy amúgy én nézem a világot. És talán még van olyan is, aki terjeszti, ez lehet szándékosan mondjuk politikai irányból, meg lehet nem szándékosan, hogy én leírom, hogy én ezt csak gondolom, de aztán eredeti forrásnak veszi az utókor, amit írtam. Nagyjából ez a mechanikája az egésznek van, amit kihagytam. Szerintem azért van még egy, amikor félreértik a forrást. Tehát azért az se semmi. Ugye az én korszakomból az egyik kedvenc példám, hogy Széchenyi István, amikor a Döblingi elmegyógyintézetben, hát úgy kezdett tisztulni az elméje, de még nem volt egészen tiszta, akkor ugye írt egy ilyen hömpölygő önvallomást, ez a nagy magyar szatíra, és akkor azt hiszem abban írta le azt, hogy hát, hogy Petőfi az én fiam. Amit ő nem úgy gondolt, hogy effektíve Krúz Máriával ő valamikor bensőséges kapcsolatot létesített, hanem hogy azt gondolta, hogy hát ugye abból az eszmekörből származott, amelyet az 1825-ös fellépésével rászabadított a magyar társadalomra, és így tovább, és így tovább. Most ugye a Petőfi életrajzi irodalomban, mármint a Conteó hívők között, ott van egy nagyon erős tábor annak, akik azt mondják, hogy hát ugye Széchenyi megmondta a tutit, és hogy Petőfi Sándor ugye ebből a kapcsolatból származott. Azt már csak nagyon kevesen nézték meg, hogy amikor a fogantatásnak meg kellett volna történnie, akkor ugye Széchenyi István éppen Angliában volt, és hát ugye bármekkora magyar is volt, azért erre kétségkívül nem volt képes. Tehát ugye az emberi hülyeségnek azért vannak ilyen példái is, vagy most nem akarok beleszólni a középkorászok dolgába, de hát azért tudjuk, hogy mondjuk egy középkori krónikát azt nem kell feltétlenül szó szerint venni. Tehát, hogyha azt írják, hogy 100 000 ember ütközött meg 200 000-rel, akkor ott minimum, nem tudom, 10-zel el kell osztani a számokat, vagy a török hadsereg létszámai ugye a különböző krónikákban. De hát, hogyha valaki mindenfajta disziplináris képzés nélkül szembesül ezekkel a számokkal, akkor azt mondja, hogy hát le van írva, nem tudom, a képes krónikában, vagy a Dzserázál, vagy a Mustafánál, vagy én nem tudom hol, hát, hogy a történészek miért nem azt mondják. Vagy az Anonymus, ugye ennek a tipikus példája, hogy hát olyan szépen le van vezetve az egész honfoglalás, most mit kell itt a részletekkel molyolni. Azért a félreértésnek tegyük hozzá, hogy abban a pillanatban, hogy valaki elolvassa, vagy bárhol látja azt, hogy egyébként ugye Széchenyi Veselin, mivel éppen Angliában volt Petőfi Sándor feltételezett fogantatásának időpillanatában, és innentől fogva is tovább állítja ezt a dolgot, onnantól fogva ez már nem félreértés, hanem egy rossz hiszemű magyarázat. Amit János mondott, a tudományos ismeretközlés totális átalakulása, ez teljesen így van, tehát hogy a oralitás, meg a kommentek, meg YouTube videók, meg úgy tudom én, ezt irtozatos gyorsasággal átveszik ezt a szerepet, de az tehát az a tudás, most tehetjük idézőjelben, vagy nem tehetjük idézőjelben, nem szeretem ezt az elitist, a történész pozíciót, mert nyilván nem mögé menekül néha az ember, de hogy az, amit az egyszeri kommentelő megoszta arról, hogy olvastam valahol, meg láttam, maga a tudás, ez nem a semmiből van, tehát ez, nyilván ez egy roncsolt tudás, nagyon-nagyon sok szűrő, lebutított tudás, ugye az ember csomószor visszakérdezi, hogy ezt hol hallta, az interneten olvastam. Tehát, hogy ugye, oké, de akkor valami hely, vagy legalább egy töredékes információ arról, hogy ez hogy van, tehát, de valamiféle, ezek az információ morzsák, vagy ezek a fragmentumok, töredékek, ezek valahonnan a könyvekből, meg valahonnan abból az irányból jönnek. Most ez, és persze egy idő után már mindegy, hogy ez a könyv az egy napló, álnapló, hiteles, nem hiteles, megvizsgálták-e azt. Tehát, hogy bizonyos értelemben
az a fajta közvetítő szerep, amit a történészek tulajdonképpen játszanak a tudás közvetítésében, az valóban elenyészőben van, és itt most akkor az asztalra borulhatnánk és sírhatnánk mindnyáján, de azért egy, szerintem egy elég jó szakmánk van, amit mindnyáján szeretünk, és általában azért csináljuk, mert hogy szeretjük csinálni, amit még tök jó dolog szerintem, nem akarok senkit megbántani, de a munkaerőpiac jelentős részében az emberek ezt nem mondhatják el magukról, hogy azt csinálják, amit, vagy az a munkájuk, amit szeretnek. Igen, és valószínűleg azért ez a fajta felosztás, professzionális tudományművelés, meg a folklorizálódó történeti elképzelések között mindig is megvolt. Csak az az új eszköztár, ami megjelent az internetes lehetőségekkel, az ezt láthatóvá teszi. Tehát ugyanúgy megvolt a kocsmában, a különböző olvasókörökben, baráti társaságokban ez a én tudom, hogy hogy volt, abban ne foglalkozzatok, vagy az bemondta a rádió szintén, tehát hogy ez a megalapozott tudás, csak ez most felerősödött látványosan a kommunikációs eszközöknek köszönhetően. Szerintem ilyen szempontból nem rosszabb a helyzet, és az, hogy van egy érdeklődés a múlt iránt, az arra lehetne építeni, csak hát kevés az eszköz ilyen szempontból, tényleg a lakatos gépszerelővel ugyanazon a pályán kell futni a történésznek is, és marad az ékes szólás képessége a meggyőzéshez, ami nem biztos, hogy a történész oldalán. Azért azt térjünk ki arra, hogy a lakatos gépszerelő az nem egy lenézendő szakma, tehát hogy csak, szeretnék, más. Csak más. Szeretnék nyilvánvalóan más. Tehát, mondhatnám biológus akadémikust is. Mondhatnám biológus akadémikust is. Vannak olyan elméletek magas státuszú, vagy maga a tudomány létráján magasra hágó értelmiségiek, akik elkezdenek egy adott ponton tök mással foglalkozni, és ott bődületes marhaságokat tudnak mondani egyébként. Tehát nem kell ehhez lakatos gépszerelőnek lenni, hanem ez tud más, tök máshogy is működni. Tehát ez a fajta alá és fölérendelés nem így működik, de Szabolcs így értett fel szerintem. Nem, meg a történelem az egy olyan terénum, azért olyan szempontból izgalmas, hogy bennem például sose fordult meg az, hogy az autószerelővel, amikor időnként találkozom, és elkezdi mondani, hogy mi hogy működik, hogy így kioktassam, pedig sokat vezetek. Tehát, hogy így van ki elképzelésem az autóról, de nem kérdőjelezem meg az ő ebbeni szakértelmét. Na most a történelemmel szemben szerintem nincs ilyen távolságtartás a történelemmel nem napi szinten foglalkozók részéről, hanem mintha becsekkoló kártyája legyen, mert mindenkinek van múltja, mindenkinek van története, innentől mindenki ugyanolyan jogon szól bele, és ez egy kicsit ilyen fluidabbá teszi ezt az egész közeget. Jó, de ezt nézzük a jó oldalán, tehát hogy egy csomó mindenkihez szólunk. Tehát hogy ez egy csomó mindenkihez, ebből kifolyólag, amit mondasz, az egy sokkal több embert érdekel, még akkor is, ha lehet, hogy idegesíti, vagy nem ért vele egyet, de hogy van egy kapu, amin keresztül meg lehet közelíteni ezt az egészet. Én nem akarok nagyon, hogy mondjam, ide-oda csapkodni a humántudományok terénumán, de én például azt látom, hogy míg a történelem egy csomó mindenkihez szól, tehát hogyha és gondolom itt a jelenlévők rendszeres előadók különböző fórumokon, Budapesten, de főleg egyébként még vidéken is elmegy az ember, és egy olyan történet, még nem is feltétlen nagyon kurens történeti témában, 20, 30, 40, 100, 150 ember összejön, hogy meghallgassa az embert. Senkit nem megbántva, de én azt látom, hogy például az irodalomtudomány az elmúlt időszakokban egy olyan irányba indult el, ahol nagyon tudatosan, leválasztották magukról ezt a fajta ismeretterjesztést, és inkább a szaktudomány sáncai közé menekülnek, ami jóval kevesebb emberhez szól. Tehát, hogy ezt a fajta ismeretterjesztést, amit mi egyébként elég sokszor űzünk, azt átvették olyan emberek, akiket érdekel az irodalom, de nem feltétlenül az irodalom tudomány berkein belül ténykednek, hanem más, mert hogy az érdekes történeteket mások mondják el, kvázi nem a sok-sok idézőjelbe tett tudósok. Tehát ez a jó oldala a dolognak, hogy amit mondunk, az még egy csomó mindenkit érdekel. De azért ez, amit mondtál, ez a folyamat, ez nem kis részben a forrása is a jelenlegi helyzetnek, mert ezen az úton a történettudomány képviselői is elindultak. A rendszerváltás környékén volt egy nagy váltás az ország kulturális életében. Addig azért az egy elég megszokott dolog volt, hogy vidéki művelődési házakba a budapesti csúcstörténészek jártak le, mert jól fizetett a tét, és lehetett elő. És volt egy orális kapcsolat a közönséggel, és 10 000 számra vették a könyveiket. Most akkor összeomlott a könyvkiadás, a tudományos ismeretterjesztő könyvkiadás is összeomlott, a titet lehúzták a potyón, és a műfázak nem maradtak üresek, mert onnantól kezdve mások kezdtek járni, tehát még sehol nem volt internet. Még csak face-to-face oralitás volt.
amikor már kiváltották a szakembereket ebben a közösségben. Kellő elszánással, megfelelő üzleti modellel nagyon sok ember vágott ebbe bele, és néhányan hatalmas karriert futottak be, és ma ők megkérdőjelezhetetlen proféták az alternatív történeti nézeteket valló közösségekben. Tehát, hogyha egy műsorban őket nem említik, nem szerepeltetik, akkor mindig jönnek a kommentek, hogy de hát ha ő nem volt ott, akkor ez nem lehet igaz, és egyébként őt kell hallgatni itt, meg itt. Ez az egyik fele a dolognak, a másik fele meg, hogy akkor még azért megjelentek könyvek. Tehát ebben teljesen igazatok van, hogy a tudásforrás az a könyv az emberek számára valahol így az idők hajnalán, de megjelentek a csalók is. Tehát akik ugye ugyanolyan könyveket készítettek, mint mi, csak éppen tudták, hogy ami benne van, az nem igaz. Hát, vagy nem tudták, ők meg voltak róla győződve, én ennyiben. Hát, azért optimista vagyok. Én nem, mert azért, amikor valaki leírja, hogy és a bécsi titkos levéltárban ott van az irat, ami stb., akkor lehet tudni, hogy ő sosem járt a bécsi titkos levéltárban, és ez egy nagyon jó hangzó szöveg volt, hogy amikor valaki közli a hunszószedetet egy kifestőkönyvben, egy gyerekeknek szánt kifestőkönyvben, és utána ez a hunszószedet, ez egy óriási karriert fut be a magyar történeti tudatban, és tudományos expedíciókat akarnak szervezni, hogy fölkutassák abban a iráni örmény kolostorban azt a kódexet, amiben ez a hunszószedet található, és akkor kiderül, hogy hiába mozdul meg a magyar nemzet színejava, és adnának pénzt, paripát, fegyvert, nincs hova expedíciót küldeni, és hát ugye hosszú ideig tart, amíg aztán ez lecseng, és most már valóban folklorizálódik a dolog, de hát azért ott az elején kellett lenni egy embernek, aki tudta, hogy amit leír, az nem igaz. Hát ez pont veled beszélgettünk a szimulákrum kérdéséről, hogy a forrás az egy olyan, mintha történettudomány lenne, mintha tudós lenne. A legpesszimistább, aki ide jött, de látom, hogy egy elegáns fordulással megnyert ezt a legyen. Én nem tudom, közületek volt-e valaki földi párrajongó. Ő egy élő személy egyébként? Igen, abszolút, persze. Katonatiszt volt egyébként, azt hiszem, vagy igen, politikai tiszt. Magyar Néphadsereg, majd a Honvédség aktív tisztjei. Igen. Mert szerintem így kamaszként, nem tudom, az én korosztályom az így átrohadt, és így le kellett jönni, mint a szernől. Tehát, hogy ez a földi pál már kis mennyiségben is méreg, de hogy ehhez el kell jutni. És mondasz egy pár szót róla azoknak, akik nem. Más generációk már, mint hogy értsük a földi pál jelenséget? Összeomlott a könyvkiadás, 90-es években vagyunk, és megjelennek az olcsó könyvesboltok a szegény embereknek, ahol 200 forintért vehetsz könyvet. Mert az igazi könyvkiadó igazi könyve az már akkor is mondjuk 400 forint. Megjelennek emberek, akik ezeknek írnak. Nagyon olcsón írnak, mert kicsi a költség, viszont havonta letesz egy könyvet, vagy két havonta letesz egy könyvet. Mindenről is, és ugye ez úgy készül, hogy teljes magyar olló ragasztó módszerrel csoportosulnak újra az információk. És ugye a legkurrensebb mégiscsak az a része, ami már elmúlt, nem tudom, 70 éves, 100 éves, jogdíj nincsen, perelni nem fogják a leszármazottak. Tehát így egyszer csak így elindul a múltból a régi információ áramlata a jelen felé ezeknek a szerzőknek köszönhetően. Egyébként nem tudom, hogy miért Földi Pál hatott rád ilyen módon, mert ő még a tisztességes ollóragasztó metódussal dolgozott, tehát a nála szereplő hülyeségek egy jó része az öröklött hülyeség volt a régi irodalomból, és egyébként aztán a honvédelmi miniszter ki is tüntette néhány évvel ezelőtt, mint ugye a honvédelmi nevelés egyik jelentős alakját, hiszen rengeteg fiatal ember olvasta a könyveit a magyar hadidicsőségről és a régmúltról. De ezek szerint lejöttél a szerdán. Robi volt még. Ja igen, én csak egy valamit akartam hozzátenni, hogy ugye, amire Balázs is szerintem utalt, hogy a történettudomány az nem úgy tudomány, mint a matematika, a biológia, a fizika és egyebek, és ezért is van az emberekben az a tévképzet, hogy hát, hogy is mondjam, merő racionalitással ezek a kérdések, ezek megoldhatók. Tehát, hogy a formál logika egyszerű szabályának az alkalmazásával, hogyha itt ez van, ott meg az van, akkor nyilván itt van egy összekötő szál, és akkor ebből ez meg ez
következik, és ezért van egyébként az, hogy, tehát amit említettetek, ugye, hogy matematikusok, biológusok, orvosok úgy gondolják, hogy hát akkor ők most megoldják a nagy történelmi kérdéseket, amelyekről történészek képtelenek voltak. Nekem éppen a Petőfi kapcsán volt ilyen, hogy egyébként akadémikus matematikus vezette le, hogy miért vitték el Petőfit az oroszok, és a végső bizonyíték az volt, hogy azért nincsenek bizonyítékok, mert a bizonyítékokat is megsemmisítették. Tehát ez a önmagát felfaló kígyó és az egymást felfaló oroszlánok tipikus példa. Jó, de ehhez azért társul az, hogy számos természettudományos képzettségű, végzettségű honfitársunk van arról meggyőződve, hogy csak az ilyen képzettséggel, végzettséggel rendelkező emberek képesek a logikus gondolkodásra. Attól, hogy valaki történésznek megy, el is veszíti a lehetőségét, hogy logikusan gondolkodjon. És így aztán alkalmatlanná válunk a problémák logikus feltárására és megoldására. Mi az, amit mégis megkapunk történészként az egyetemen? Mi az, amiben egy történész máshogy gondolkodik, meg máshogy lát bizonyos történeti problémákat, mint az, aki más szakterületen van? Úgy is kérdezhetném, hogy van az a nézőpont, amiből ez úgy hangzik, hogy mi az, amivel átmossák az emberek agyát az egyetemen, de nem ez a kérdés, hanem az, hogy mi az, amivel érezhető, vagy ebben a megközelítésben egy ilyen érezhető különbségtétel van, mert talán János, te is erre utaltál, hogy van egy más nézőpont megközelítés történészként a múlthoz, mint nem történészként. Biztos több okot is össze lehet szedni, én kettővel indítanám el a választ. Az egyik az az időbevetettség. Tehát, hogy egy mérnöknek alapvetően nem kell az idő problematikájával szembesülni. Az időben korábban levő, az még hathat az időben későbbre, de fordítva biztosan nem. Hogy ez a fajt egyáltalán ezzel valamit kezdjen. Másik pedig az a, szerintem a történésznek a legfontosabb képessége az a kontextus ismerete. Tehát, hogy egy forrás sosem lehet jól dekódolni úgy, hogy nem ismerjük az egész forrás keletkezés körülményét, módszertani sajátosságot, akár antik irodalmi visszacsatolásokat, mindazt, amit a szerző tudhatott a világról, meg az irodalomról, akkor, amikor leír valamit. Hiszen mondjuk a 16. századi szerzők honnan tanulnak arról, hogy hogyan kell egy csatát leírni? Alapvetően Cézártól. Tehát, hogy az antik történetírói hagyomány köszön vissza sokszor, hogyan kell győzni egy nagy hadvezérnek. Már majdnem elveszik a csata, de akkor jön a hadvezér, hogy ezek toposzok. Na, de hogyha ez nincs meg, csak önmagában egy 16. századi, és akkor jó esetben forrás látunk, akkor ez mind-mind elveszik mögüle, és próbáljuk értelmezni azt a szöveget, amit önmagában egyébként nem lehet, vagy iszonyatos hiba százalékkal, mert félre fog vinni. Ja, a kérdés első fele még arra vonatkozott, hogy miben különbözik a történészi képzés, vagy az egyetem mit ad hozzá a történészi tudás. Alapvetően nyilván van a speciális tudások is, főleg mondjuk a korábbi időszakokra, tehát epigráfia, meg tehát az, hogy az ember el tudjon olvasni egy latin nyelvű oklevelet, vagy egy gótbetűs kézírás, tehát ezek nyilván olyan készségek, amiket... Vagy egy kúszöveget a festőbe. De hogy ezek nyilván fontosak, de alapvetően azt gondolom, és akkor itt visszacsatolunk az agymosás kifejezésre, amit szépen megemlítette. Bizonyos értelemben gondolkodásmódot tanul az ember az egyetemen, optimális esetben. Tehát azt, hogy hogyan közelítünk meg egy történeti forrás, hogy a kontextus milyen rettenetesen fontos. Tehát az, amit ugye nagyon sokszor ilyen kritikai szövegolvasásnak szoktak nevezni, ami bizonyos értelemben lehet, hogy most a volt tanáraim most hajítják a számítógép képernyőjéhez a szandájukat, vagy az éppen, ami a kezük ügyébe kerül, de alapvetően én azt gondolom, és ezzel szeretném mindenkit bátorítani, aki történelmel akar foglalkozni, hogy ez a jó, úgymond józan paraszti ész érvényesítés. Próbáljuk azokat a meglevő ismereteinkkel a kontextus reprodukálni, és konfrontálni mondjuk az adott forrást, szembesíteni az adott forrást a kontextusával, hogy működik, nem működik, hogyan zajlik ez. Ezt a munkát, ezt a fajta gondolkodásmódot, mert ez egy nagyon macerás dolog, és ez nagyon sokszor nem tud ilyen irányban működni, de hozzátenném, az egyetemnek abban is fontos jelentősége van, és én látok például a magyar őstörténettel kapcsolatos éveszmék, akkor legyünk tapintatosak burjánzásában, egy olyan tényt is, hogy amikor én a 90-es években egyetemre jártam, nekünk nem volt magyar őstörténeti kurzusunk. Tehát, hogy gyakorlatilag az látszik egyébként mind a mai napig, hogy azok a végzett történelem tanárok például nem szembesültek azzal, hogy most mit
valami szigorati jegyzéken föl volt sorolva a Rónatas András egy-két könyve, meg ilyesmi, de hát ugye nem akarnék senkit kiábrándítani, hogy a szigorlati olvasmánylista és a megszerzett tudásanyag az milyen viszonyban áll egymással, ez általában néha elég esetleges, tehát hogy igazából nem tanult az ember őstörténet, tehát innentől fogva, ha kiment az életbe, logikusnak látszó, vagy friss tudást ígérő előadások, vagy könyvek ezzel kapcsolatban, akár történelmi tanárok fejében is okozhattak olyan kavarodást, ami ahhoz vezetett, hogy ő azt, vagy azt, ezt, vagy azt tanítja, vagy érdeklődéssel fordul az Isfahani kódex kifestőkönyvben között verziója felé. Tehát, hogy ezzel csak azt akarom mondani, hogy a úgymond C-szerűben, ezt sem szeretem nagyon, ezt a C-szerű történettudománynak is van a felelőssége ebben a dologban, hogy ez így alakult. Hát sőt, tehát azért nem tudunk eltekinteni történészként a történeti valóságtól, hogy volt itt egy rendszerváltás, és hogy azért pont a történetkutatás szempontjából, meg a történelem tanítás szempontjából az egy erős, éles cezúra. Még akkor is, hogyha a szakmánk erről nem nagyon szeret beszélni, de a valóságban, a hétköznapokban az emberek számára ez az. És egyébként számomra nyilvánvalónak tűnik, hogy a szakemberekben való hitnek a megingása, tehát hogy a történész az, aki felkent papja a történelem interpretálásának, az nem kis részben a szocialista rendszer rovására irandó, amikor egyrészt az emberek azt mondták, hogy de nem hisszük el, amit mondanak, tudjuk, hogy hazudnak, ez az egyik fele. Másik fele meg, hogy akkor, aki mást mond, az igazat állít. És ugye hiába látja a szakma azt, hogy itt volt egy hosszú olvadás az 50-es évektől kezdve, és a szakmaiság előtérbe került, és bizonyos területeken egyre közelebb kerültek az ideális állapotokhoz, ezen a szakmán belül, az emberek mégiscsak annyit értettek belőle, hogy át kell írni a történelemkönyvet. És ha át kell írni a történelemkönyvet, akkor valamikor valaki hazudott. És innentől kezdve ez a megrendült bizalom soha többé nem állt úgy helyre, hogy arra lehetett volna támaszkodni, illetve mindenki, aki azt mondta, hogy én leleplezem a hazugságot, annak megelőlegezték a bizalmat. De hát abban azért nagyon nagy szerepe volt szintén a rendszernek, hogy ezeket a céhes tudásokat elsorvasztotta még a szakmán belül is. Tehát, hogyha visszafogták a képzéseket, ahol ezeket a régi korokat lehetett volna tanulmányozni azokkal a készségekkel. A középkor nem volt egy divatos téma, nem nagyon képeztek alkalmas középkorászokat például hosszú időn keresztül. Tegyük hozzá azért az is volt, hogy mondjuk pont a 60-as, mondjuk 55 és itt a jelenlévők persze kivételek, de mondjuk az 55 és 65-70 között születetteknél van egy hiány, hogy nagyon elvékonyodik a magyar történelemtanulás, nem feltétlenül visszafogástól, hanem nagyon sokan a rendszerváltásra elmennek politikusnak. Tehát, hogy ott van egy hűrölése a szakmának, és mindjárt tudunk mondani neveket, Miller Istvántól, Pető Ivánig, meg sok mindenkiig, akik elmentek, de ez való igaz, hogy közülkor nem volt népszerű az őstörténet, meg bizonyos értelemben még kevésbé. De nem biztos, de nagyon népszerű volt, csak éppen pont az volt. Az őstörténet az sok szempontból egy más tészta, mert ugyan történetnek hívják, csak éppen történészek nem művelték. Mindenki más azt gondolta, nyelvészek, régészek, mindenki más azt gondolta, hogy ő sokkal alkalmasabb a magyar őstörténet tanulmányozására, mint a történészek. És ebbe nyilván ott voltak a történészek, akik ebbe belenyugodtak. Tehát, hogy a szakma gyakorlatilag ezt elengedte, ezt a dolgot. És akkor előállt az a helyzet, amit most beszéltünk, hogy tele volt fehér foltokkal a képzés, a tudás, az elengedett dolgokkal, a tabusított dolgokkal, amikre nem lehetett ránézni, amire nem lehetett rákérdezni, és hát valójában semmi sem maradt betöltetlen. Tehát ezeket a fehér foltokat szépen beszínezték, berajzolták, akkor is, hogyha nem volt mögötte történeti kutatás. De így egész száz évek veszhetnek el. Tehát 18. század történeti kutatása pont emiatt, hogy azzal valamit kéne kezdeni a Habsburgokkal, az generációkon átívelően olyannyira elsummantották, hogy ma az egész országban, ha egy tucat embert össze lehet szedni minden magyar egyetemről, kutatóintézetből, aki a 18. századdal foglalkozik, akkor lehet, hogy sokat mondok. És ez az látszik, hogy így viszont
Nem ismerünk egy olyan fontos tudást, amire pedig szükségünk lenne, a hogyan építettek 150 éves háború után újjá egy országot. Tehát, hogy azért lenne minta, lenne nagyon sok követendő minta a tekintetben, hogy ebből a 18. századból mit lehetne megérteni akár a 20. századra vonatkozóan. Meg egy csomó olyan például sváb betelepülés, amire azt mondják a 20. században, amikor a sváboknak a vagyonát el kell venni a II. Világháború után, hogy na ide jöttetek ti a kézbe, és mindig is itt élősködtetek mondjuk ezen a szegény magyarságon. És ha megnézzük az eredeti forrásokat, hogy mi szenvedésen mennek keresztül ezek a svábok, akik ide érkeznek a 18. században, hány sikertelen letelepedési kísérlet van, hány család megy benne tönkre, halnak meg fizikai értelemben, mert nem bírják azokat a körülményeket, amiben belecsöppenek, akkor azt látjuk, hogy ez egy kínszenvedés, ez az egész hazai svábság megszületésének a krónikája, és így viszont igaztalan a 20. század közepének narratívája arról, hogy ti itt mindig szívtátok a magyarság életerejét. Hogy emiatt is azt gondolom, hogy nagyon nagy veszélyes, amikor egész korszakok maradnak generációkon át kutatatlanok, és marad az a séma, hogy nem tudom, májuszig meg, tehát hogy valami nagyon más dioptrián keresztül íródott történetekig kell visszamenni akkor, amikor fel akarjuk venni a fonalat 18. század kutatása kapcsán. Én még egy dolgot hozzátennék, tehát ugye a történészek személyes felelősségéről is érdemes beszélni, hát gondoljunk bele, hogy olyan emberek, akik mondjuk ellenforradalomnak nevezték 56-ot, 89-90-ben hirtelen elkezdtek a forradalomról írni. Ugye volt konkrét olyan katonai, vagy hadtörténészi értekezés, hogy a megírások illanatában még az ellenforradalom katonai története volt, majd pedig a megjelenéskor már a forradalom katonai története lett belőle. Egy csigázó történeteket mondani. Neveket osztanom. Vagy ugye most itt szóba került az őstörténet, hát a ugye Kristó Gyula, aki az Árpád-kor és a magyar őstörténet egyik legjelesebb tudósa volt, ugye egyik barátom mondta, hogy amikor ő már a negyedik verziót olvasta nála arról, hogy volt-e nomád magyar állam, vagy nem volt magyar nomád állam, akkor kezdte elveszíteni a fonalat. Tehát ebből a szempontból is volt egyfajta bizalmatlanság. És hát ugye még egy dolog nagyon fontos, hogy itt ugye mindig beszélünk erről a formál logikáról, a józan paraszti észről és egyebekről, hogy a 20. század értelmezése az nagyon sok tekintetben visszahat a korábbi korok értelmezésére az analóg gondolkodás révén. Tehát mindig előjövök ezzel a szegény Barguzini Petőfivel, ugye benne van az a gondolkodásban, hogy hát a nagypapát meg a sógorát elvitték a szovjetek 1944-45-ben, akkor az oroszok miért ne vitték volna el a Petőfit 1849-ben. És nagyon nehéz ezekkel mit kezdeni, tehát ez az, amiről ugye Balázs is beszélt, a kontextus függőségről, hogy azért a Szovjetunió meg a cári Oroszország az nem egészen ugyanúgy nézett ki, vagy nem egészen ugyanúgy működött, de ez az egyszerű ember számára nem feltétlenül egy értelmezhető dolog. A Mohácsi csata azért nektek köszönhetően ennyire sötét, mint amennyire most látjuk. Tehát ha nincs 1849 világmagyarázata, ugye, akkor, ami felerősíti Mohácsnak a negatív képét, ahogy 1920 meg rápakol, hogy, és onnan már könnyű magyarázni, hogy az, ami itt történt, elárultak bennünket, belső gyengeség, alkalmatlan, nem magyarok, mert Mohácsnál is pont úgy van, és ezek visszahatnak, szerintem mondjuk a korábbi korok, késő középkor, a 16. század esetében, hogy ma hogyan gondolkozunk erről, abban meghatározó az 1849 utáni magyarázatok a szabadságharc bukására, meg az 1920 utáni magyarázatok Trianonra. Ja, bocsánat, csak a Mohácsra reagálva, hogy kíváncsi vagyok, hogyha Hunyadi Mátyás veszítette volna a Mohácsi csatát, akkor lehet, hogy most tényleg román uralkodó lenne. A belső ármány. A kollégák magyarázatainak azért mindig van egy visszatérő pontja, és ez talán visszautalna az eredeti kérdésre az egyetemi oktatásban, hogy mi az, amit az egyetemen tanítanak egy diáknak, aki történész akar lenni? A forrásokkal való foglalkozást. Tehát, hogy nem egy kocsmai beszélgetés során tudjuk meg a tutit a történelemről, hanem történész történeti forrásokat keres a tárgya tanulmányozásához. Ugye ez lehet írott szöveg, lehet képi szöveg, lehet sok minden, de hogy ezeket értelmezni tudni kell, és akkor itt eljutunk oda, hogy ezek a készségek nem részei a hétköznapi életnek. Tehát latin oklevelet nem szoktunk passzióban vasárnap délután otthon olvasgatni. Sokat kell érte szenvedni, hogy megtanult, hogy ezt hogy kell csinálni.
Sok időt és energiát kell rászállni, hogy megtanuld azokat a mondjuk exotikus nyelveket, amik a magyar őstörténet tanulmányozásához szükségesek. Tehát, hogy pusztán a szövegek elolvasása is óriási erőfeszítést kíván a tudomány művelőitől, és ez nem része a hétköznapi életnek. Most a 20. században a történészek megtették azt a szívességet a közönségnek, ami korábban nem volt, lefordították nekik a forrásokat. És innentől kezdve mindenki azt hiszi, hogyha ő el tudja magyarul olvasni ezt vagy azt, akkor az ugyanolyan értékű, mint hogyha tudná eredetében olvasni, de a kontextus ezáltal nem került mögé, amiről szó volt. Tehát a forráskezelésnek, a források föltárásának ez is egy fontos része, hogy és azt is tanítják az egyetemen, hogy ezekhez kontextust kell tenni. Az más kérdés, hogy amikor kisdiákok vagyunk egy ilyen rendszerben, akkor azért ez még döcög, és inkább csak a példa szintjén működik, de hát aztán akinek erre van affinitása, az belenő és elkezdi ezt a saját feje után művelni. És most mi is buzgón megfordítatjuk a Mohácshoz szóló forrásokat a közönségnek. Megfejtsék a rejtét. Ez egy nagyon jó példa, és itt többször szóba került a kontextus, és az az érzésem, hogy van a történésznek a kontextusa, amit lát, hogyha elolvas egy forrást, de hát ez, hogyha nem a történész olvassa, vagy olyan, aki nem annak a korszaknak a történetében van benne valamilyen szinten, hanem mondjuk a magyar nemzet történetében, és akkor itt lehet a Mohács-Világos Trianon sort megívet végigvinni, akkor tök más a kontextus. És ha provokatív akarok lenni, és akarok, akkor azt mondom, hogy hát, ha úgy vesszük a történettudomány, az akadémiai történettudomány is valahol azért jött létre, hogy ezt a nemzeti identitást és nemzeti történetet ezt így kiemelje és felemelje, és ezt mutassa. És ez a 19. század végétől olyan jól sikerült, hogy mostanra nem is kell ahhoz, hogy a nemzeti identitás és a nemzeti emlékezet történelem legyen a meghatározó a gondolkodásunkban, hanem ez működik történészek nélkül is, mert egy csomóan érdeklődnek, és írnak róla, és olvasnak róla, és mondanak róla dolgokat. Biztos részben biztos így van egyébként, igen, ami egy elég szomorú perspektíva a történészek számára, ugyanakkor ugyanakkor azt megint hangsúlyoznám, amit itt a beszélgetés elején mondtunk, hogy ahogy még a komment sem a semmiből lesz. Tehát az a fajta tudás, amit az emberek tudni vélnek, és a villamoson, és... Bocsánat, nem feltétlenül a kommentekre gondolok, hanem azokra a könyvekre, amiben ott van ha ez volt, akkor simán lehet, hogy Petőfit is elvitték az oroszok, meg elárultak minket, meg stb. Igen, de hogy feltétlenül, tehát hogy ezt egyáltalán erről tudjunk valamit a környezetről, vagy a kontextusról, azért valahol mindig kell a történész. Tehát, hogy most nagyon durván leegyszerűsítve egy olyan ember, akit a közösség, most nemzet, adófizető közössége, társadalom, kinek hogy tetszik, majd válasz belőle, megbíz azzal, hogy fölkutassa az ő múltját. Most nagyon-nagyon leegyszerűsítve, és hivatásszerűen ezzel foglalkozik, mint ahogy megbíz embereket, hogy reggel elvigyék a szemetet, megbíz embereket azzal, hogy vezessék a villamost, és nem tudom én, megszereljék a bojlert. Tehát, hogy nem azt akarom, hogy a történész ugyanolyan technikus, de bizonyos értelemben ez egy közösség által ráruházott feladat, amit legjobb lelkiismerete szerint ellát a nagyobb közösség érdekében. Tehát ilyen módon, amíg a közösség erre pénzt ad, most nagyon-nagyon durván leegyszerűsítve, akkor ez a műfaj, akkor ez a mesterség ez működni fog. Ha azt mondja, hogy nem ad pénzt, és akkor hát hiszen itt vannak nagyon jó tolukú megvelők is, csak nem feltétlenül a tudományos háttérre rendelkező. Igen, na most az ugye mindig kérdés, és hogy milyen más, ugye, és itt belépünk az emlékezetpolitika terére, hogy az állam vagy a nagyobb közösség hogyan tudja befolyásolni még a történeti tudatot, de a végén, akárhogy is nézem, akár a filmnek, akár a képregénynek, akár a nem tudom minek, a végén valahol ott áll egy történész, aki lehet, hogy hülyeségeket mond, vagy azt gondoljuk, hogy nem érvényes dolgokat, de bement az egyetemre, 5 évet keresztül szívott azzal, hogy okleveleket olvasson, és valamiféle tudást erről létrehozott. És rövid ideig lehet azt csinálni, hogy olyan embereket teszünk oda, akik egyébként kitűnő növénynemesítők, de van valami tuti tudásuk a magyar honfoglalásról, csak ez egy idő után szerintem űrül, tartalmatlanná válik. Tehát nincs újabb tartalom föltöltve mögé,
akkor ez nem fog működni. És még egy gondolat arról, persze nyilván a történetírás megteremtés egy nagyon erős nemzeti kontextusban zajlik, tehát hogy a nemzet történetét meg kell írni, fel kell tárni, be kell mutatni, lehetőség szerint olyan színben, hogy ez jó legyen, vagy megfeleljen, de azért azt is látni kell, hogy azért az elmúlt évtizedekben egy, ezen már bizonyos értelemben túllépőben van a történelemtudomány, tehát fölmerülnek itt mindenféle, most az független attól, hogy ez nekem szimpie vagy sem, transznacionális, ugye egyes résztémákkal foglalkozó, nemzeti kereteken túllépő, regionális, globális típusú megközelítések a történetírásra kapcsolatban, amelyek nem feltétlenül egy nemzeti narratívát építenek, bár nagyon sokszor igen egyébként, de ez most nem feltétlenül ide tartozik, de hogy számtalan más megközelítés is lehetséges a történelmek, és bizonyos dolgokat nem is lehet megérteni nemzeti perspektívából. Tehát az, hogy mondjuk a, most csak hirtelen jutott eszembe, és elnézést kérek mesteremtől, Kósa Lászlótól, aki, hogy a krumpli hogyan lép be az európai táplálkozásba, és hogyan tesz lehetővé egy népességgyarapodást a 19. században, azt nemze abból a perspektívában nem fogjuk megérteni, hogy Magyarországon hányan esznek krumplit. Most nem tudom, hogy érthető-e, hanem az, hogy amikor rájönnek, hogy mit tudom, a gyökeré, a gumóját esszük, és nem a föld feletti részét, amit általában meghalnak az emberek. Tehát, hogy ez a fajta, ez az ilyen típusú tudást, azt nem biztos, hogy nemzeti keretek, nemzeti szempontú történetírásból létre lehet hozni. De ugyanez is igaz a vasút történetére, meg egy csomó minden másra, ami a modernitást alapvetően meghatároz. Hát igen, ez az egyik fő probléma, hogy az, amikor a történettudomány megszületik, és hogy rögtön kialakul egy kánon, akkor a nemzetépítés lázában vagyunk, de az előtte való évszázadokban meg ez egy sokadrangú kérdés. De ha mindent ezen a szemüvegen keresztül nézünk, akkor innen óhatatlanul minden torzulni fog, mert nem az a fő kérdés a 17, 16, 15, és még mehetnénk lefele századokban, nem az a kérdés, hogy a királyi udvar magyar-e vagy nem. Teljesen sokadrangú, mert egy királyi udvar mindenhol poliglott. Ez a normális. És ide tartozik a térképek problematikája. Ugye mit nevezünk nemzetnek? Azt látjuk a térképeken, ez van az, a történelmi tankönyv, az atlaszban, a magyar királyság. Ettől eddig ér. Nagyon távolról, nagyon sokáig ez nagy. Magyar királyság, azaz magyar. De milyen szempontból magyar? És innentől kezdve jön a mindent vissza gondolat, miközben olyan szempontból meg esetleg sose volt magyar, ahogy mi ma gondolunk rá, nemzeti vagy etnikai szempontból. De hogyan beszéljünk róla másképp? Tehát a nyelvi fogalomkészletünk is alapvetően hiányzik ahhoz, hogy erről a középkori magyar királyságról, meg a magyar királyról úgy tudjunk beszélni, hogy a saját korában értették, ahol nincs mögé gondolva ez az etnikai magyarság. Hanem ez a magyar királyság uralkodója a Szent István koronájával, ami az uralma alatt van, az a magyar királyság, plusz a kapcsolt egyéb tangenciák. De hogy ennek a nyelvi eszköztára sem alakult ki, mert amikor megszületik, akkor már rögtön ott van ez az etnikai magyar jelző. És ez nehézé teszi ennek az egésznek a dekódolását. A szlovák történetírás ezt ugye megoldott ezt a számodra fontos problémát, tehát ugye van az Uhorszkó, tehát ugye a 18 előtti magyar királyság az Uhorszkó, aminek mindenféle nyelvű tagja is vannak, és utána 18-ban hip-hop vagy 20-ban létrejön Magyarszkó, tehát ami ugye a magyar ország, ami ugye részben lehetne egy jogosult megközelítés, de ugyanakkor meg ott meg átlendül az inga teljesen arra az oldalra, hogy gyakorlatilag azt is tagadják, tehát nekem voltak nagyon éles vitáim szlovák történész kollégákkal arról, hogy egyáltalán a kettőnek bármi köze lenne egymáshoz, tehát hogy gyakorlatilag egy Magyarország is egy ugyanolyan utódállam, mint Csehszlovákia, meg az összes többi. És amikor az ember elkezd érvelni azzal, de hogy azért van mégiscsak egy corpus juris, meg mit tudom én, van egy hagyomány. Most azon lehet vitatkozni, hogy ez mennyire nemzeti állam építés. Van egy főváros, meg van egy joganyag, meg, tehát hogy azért vannak dolgok, amik egy hangyányit átívelnek a kettő között. Akkor nyilván akkor van egy ilyen teljes, tehát az egy elég zárt rendszer, és akkor ugye ezzel meg vannak oldva a problémák. Ettől a probléma még létezik, amit te mondtál, hogy teljesen jogosan, hogy itt van egy, hogy a magyar-magyar az nem feltétlenül ugyanaz, hogy amikor látok ilyen nagy Magyarország matricákat, mivel mindenki azt tesz fel, amit jónak lát, tehát ezzel nem nincs probléma, de ugye maga az az alak, amit felrajzol, az egy 1867-es konstrukció, amiben belül, ugye hát lehet tudni, hogy volt 1868-ban egy magyar-horvát kiegyezés, tehát még a legvadabb magyar nacionalisták sem gondolták azt, hogy Horvátország az a magyar királyság része lenne, az a Szent Korona országaihoz tartozik, de alapvetően ez nem egy etnikai magyar terület. Nem véletlen, hogy egy másik ikonikus képre utaljék, és akkor visszamegyünk a térképek dolgához,
Teleki Pál vörös térképe, ami beterjesztette a béke konferencián, nem tartalmazza a Horvátországot. Talán nem véletlenül. Tehát nem azért, mert nem volt hely a papíron. Jó esélye, mert ez rontotta volna az arányokat. Rontotta volna az arányokat, meg az ő fejében sem kételeződött valószínűleg, hogy az más kérdés, hogy valami társországi funkció, meg vissza lehetne édesgetni őket, stb. Tehát, hogy ilyesmire gondoltak néha, de az, hogy az Magyarország lenne, hogy az a magyar királyság lenne, azt ő sem gondolta. És akkor itt van ugye az irodalom felelőssége, nagy volt Hajdal a magyar, ahogy Petőfi írta, és ugye abban a képzetben benne van az is, hogy amikor Nagy Lajos lengyel király volt, akkor azok a területek is automatikusan a magyar királyság részén életek. És három tenger, vagy a vidéni bánság, hogy más nem mondjuk, ahol ugye magyar mutatóba se nagyon akadt. És el is jutottunk az irodalomhoz, mert ugye szép dolog azt gondolni, hogy a 19. században a történettudomány diktálja a tempót, de nem. Akkor az irodalom. Tehát, hogy nyilvánvaló, hogy ott a költők, a drámaírók, az operák, tehát a történeti nyersanyagnak a nemzeti szempontú hasznosítása az ami sokkal nagyobb hatókörrel meg erővel bír, és hát ugye nincs ez másként később sem, tehát mondjuk az István a király történelem képével nincs az az Árpád-koros történész, aki versenyre tudna kelni. Ugye amögött is van persze egy korabeli történész, akinek felhasználták a munkáját, de hát a médium mindent visz, és a 20. század meg a filmekkora sok szempontból. Most kicsit eltérünk a tévhitek történetétől, azért az István a királyt hagyj védje meg annyiba. Egyrészt ez 9 évesen én is ott üldögéltem a királydomban annak idején a bemutatón, nem jutott már nekem hely, úgyhogy Ferenc István kikül a marosvásárhelyi színész izmos combjain élveztem végig a történetet, de hogy ja, ott azért olyan húzatja is van, egyrészt ugye zeneileg ez azért megvan írva, tehát hogy Szerényi Bródi óriási alkotók. A másik ugye, hogy azért, és itt akkor visszatérünk a Kádár rendszer és a nemzeti kérdésnek a viszonyához, hogy ugye a Kádár rendszer alapvetően egy antinacionalista legitimációt épít, amiben vannak ki ugrások meg, hogy azért ezt a korábban mostani kutatásban feltárta, hogy azért a Trianonnal meg hasonlókkal lehetett foglalkozni, érdekes módon egyébként inkább a pártörténeti intézetben, tehát az ilyen nagyon pártos kutatók kezdték el azt mondani, hogy akkor azért, hogy van a munkás mozgalom az elszakított területeken, meg mit tudom én, tehát ez a 60-as évektől, de alapvetően azért van valóban egy ilyen antinacionalista legitimáció, miközben a szomszédos országokban pedig azért egy nacionalista legitimálása, főleg a durván leegyszerűsítve az első olajválság után, amikor látszik, hogy gazdasági gondok vannak, egy kicsit mindenki előhúzza azt, hogy akkor a Dák-kormány kontinuitása, mit tudom én. A magyar értelmiség egy jelentős részének az az érzés, hogy Magyarország erre nem válaszol semmit. Tehát, hogy mi, és itt a nacionalista izgatás, meg mindaz mindig el van nyomva, meg hogy nem. És ami részben igaz is, tehát én emlékszem, hogy micsoda esemény volt egy táncház találkozó a 80-as években. Tehát, hogy az, hogy lehetett arról beszélni, hogy a mezőségen magyar néptáncok léteznek, hát ez valami óriási dolog volt. Ebben a kontextusban az, hogy nyilván tök történelmietlenül, hogy az a záróképp az István a királynak, hogy óriási piros-fehér-zöld zászlók bomlanak ki a királydomban, és el van, nem tudom, a tátos azt énekli, hogy Dózsa lesz György királyunk, és valóra válik a Dunamendi Köztársaság, hogy nyilván most nem is megyek bele a részletekbe, egy erős projekció az egészben, de hogy ha kontextus nézzük, ennek a fajta nemzeti tematikának a megjelenítése szempontjából tök fontos volt, zeneileg egy abszolút élvezhető mű volt, tehát hogy nem. Nyilván bántaná azt, hogy ha a történelmképet próbálom meríteni belőle, ez egy jóval rázósabb történet, de hogy a korszakbeli jelentősége az István a királynak, de ez... Igen, az István a király szerintem egy iszonyatosan fontos különbeszélgetés lehetne, mert nagyon sok minden van benne, de akkor itt főleg János reakciójából az jön le nekem, hogy nem az van, amit felvezettem, hogy a történészek a 19. században megteremtik a nemzeti narratívet, hanem a történészek mindig hát loholnak a népszerű kultúra után, ami most lehet szép irodalom, meg lehet főmek, meg egyebek. Ez valami párhuzamos. Ez itt egy akarategység van. Tehát, hogy az a nemzeti liberális korszellem, tehát nem, igazából nem az van, hogy azért, nem tudom, Szilágyi Sándor veri magát, vagy nem tudom, hogy azért, most már megint az Arany János, akkor most én is odarakom magam. Tehát, hogy igazából az volt, hogy ezek az emberek többé-kevésbé nyilván ugyanazt gondolták, hogy felépítünk egy nagy nemzeti államot, végre ez a rekonstrukció kora 67 után, és most itt lehet dolgokat csinálni, és hogy megcsinálunk mindent, megcsináljuk a vasútállomásainkat, meg megcsináljuk a nemzeti történetírás, meg a nemzeti regény, meg mindent így egyszerre. Tehát, hogy nem hiszem, hogy a történészek frusztráltan üldögéltek akkor, és azt mondták, hogy na jó, hát most megint kijött egy új hőseposz, akkor nekem is oda kéne tenni magam. Tehát, hogy ez nagyjából többé-kevésbé ugyanaz gondolta ez a kulturális elit ebbe a témába, és
mindenki hozta maga kis tégláját ehhez a nagy épülethez. Attól azért szerintem frusztráltság lehetett. Tehát legalábbis nem egy neutrális kutató attitűd az, ami jellemezte ezt a kort, hanem szerintem egy nagyon erős reakciós gondolat, ugyancsak, ami beleágyazódik annak a kornak a politikai gondolkodásában, amikor a főelem, ez a függetlenségpárti 48-as vagy 49-es, vagy a kiegyezéshez hogyan áll. És az egész történelem értelmezésünk alapvetően szerintem visszamenőleg ezeket a sémákat követte. És ebben a függetlenségpárt szerintem erejéhez képest, vagy akkori súlyához képest, a történettudományon belül pedig felülreprezentál, mert könnyebben lehet elmesélni egy nemzeti történelmet, ami szerintem megszületése pillanatában már egy áldozattörténet. És szerintem ez az, ami rendszereken átívelt, legyen az bár két világháború között, vagy 45 után, ez az áldozat narratíva a magyar történettudományon belül. Egy ilyen friss élmény, két héttel ezelőtt a Szombathelyen középiskolás történelem verseny volt, remek, tényleg felkészült középiskolás diákok, tételeket húztak, 15. század törökkori, vagy török ellenes háborúi, és visszamondták ugyanazokat a tételeket. Igen, Hunyadi nagy győztes volt, Nikápolynál a francia lovagok miatt veszítettünk, 44-ben Cesarini bíboros, meg a király meggondolatlansága, de hogy így pontokba szedve végül is kijött, a mi nem hibáztunk soha. Ha vereséget szenvedtünk, az más miatt volt. És ez nem az ő hibájuk, meg azt mondom, nem is, nincs ebben úgy felelős, de mégis nagyon veszélyes ez a fajta áldozat narratíva az egész történelmünkre ráhúzva, minket mindig bántottak, elárultak, kihasználtak, és egyébként mindig győzelemre voltunk teremtve, ha nem, akkor ennek valami külső oka kell, hogy legyen. És szerintem ma ez egy nagyon veszélyes elegyet alkot ezekben a konteós gondolkodásokban is, ami visszaköszön pontszerűen a neuralgikus eseményeknél, mint őstörténet, Mohács, Trianon, és lehetne ezeket sorolni. A Nikápoly csatában tényleg elmenekültek a francia lovagok, nem ők okozták Trianont is, tehát szerintem. És tudjuk jól, így van, ha első Ferenc nincs, akkor Szulejmán veszít. De hát a francia ármány Mohácsnál is ott volt. Ugye ízlésnél meg próbáltam eltréfálni a dolgot, de valóban ugye ez a probléma az, és egyébként a bölcsészet tudományos, de inkább a történettudományos tudományos gondolkodásnál vannak bizonyos pontok, amikor azt kell mondjuk, hogy nem tudjuk, nincs föltárva, nem foglalkoztak vele, nyitott a történet, és bizonyos helye van a kételynek, akár a 20. századi történelemben is. Ezek a konteós elméletek azért nagyon vonzóak, mert ezek zárt rendszert alkotnak. Tehát, hogy itt ott nincs felmerülő kételj, mindenre van magyarázat. Ezt nagyon nehéz elfogadni, én belátom, és bizonyos értemben, akkor itt térünk vissza, most semmit nem bántani akarom a reál tudományos kollégákat, de ott ugye zárt rendszerek általában jó esetben kettő meg kettőt összeadjuk, az általában négy lesz legalábbis az esetek legnagyobb részében. Történetben nem biztos, hogy ilyen egyértelmű magyarázat, és akkor itt lépnek be az olyan típusú magyarázatok, igen, tehát hogy valóban átszínezi az egész magyar történet tudomány a függetlenségi 67-es ellentét. Hozzátenném ugye, hogy a korszakban ne arra gondoljunk, bár nem tudom, hogy ki gondol erre, nyilván az asztalról ülök, nyilván nem, hogy a magyar történettudománynak az infrastruktúrája, amikor létrejön a professzionális történetírás, az végtelenül vékony. Tehát gyakorlatilag van, hát Kolozsvárral együtt, de még a két világháború között is, hát néhány tucat emberről beszélünk, aki hivatásszerűen a történettudományból él. Tehát a Pécsi Tudományi Egyetemen most a két világháború között vagyunk, hogy a Pozsonyból menekült, ott két történész professzori állás van, és nem az van, mint ma, hogy vannak adjunktusok, meg docensek, meg tanársegédek, és akkor több tucat emberből áll ma önmagában egy történeti tanszék, történeti intézetek nincsenek, levéltár, múzeum, ez az, ahol még lehet működni, de a dualizmus korszak az, amikor létrejönnek a vidéki múzeumok, vagy ilyen vármegyei régészeti, meg történeti egyesületek elkezdenek múzeumokat alapítani, de az sem. Nagyon sok esetben ugye tudjuk, hogy mit tudom én, bizonyos vidéki helyeken jó kiállású főorvosok, a vármegyei kórház gépészeti főnöke, ők lesznek a múzeumok első igazgatói, akik nyilván van egy törekvés bennük, meg akarják is menni a dolgokat, de alapvetően ez itt, amit a professzionalizációval szoktak leírni, tehát hogy azok a történészek, akiket ma ismerünk, bizonyos értelemben nem egy nagyon régi fejlemény, tehát hogy egyetemi képzésen mennek keresztül. Ez is a dualizmus korszakában zajlik le, hogy professzionalizálódik az egész, meg a Nemzeti Múzeum tanfolyamokat szervez a vidéki múzeumoknak, hogy ne össze-vissza ássanak, hanem azért legyen valamiféle szakmaiság benne. De ez
ez néhány tucat ember története a kezdetben, tehát az, hogy ma ebben az országban 70-80 történettudományi PhD-t, tehát doktori címet szereznek emberek, és egy több száz, több ezres fős tömeg, több ezer fős tömeg mondja magát történésznek, több-kevesebb okkal, az elmúlt időszak fejleménye bizonyos értelemben. De csak, bocsánat, ráerősítve Balázsra, hát ugye a 48-as történetírás a két világháború között két olyan embernek a nevéhez hűződik, akiknek semmifajta történészi képzettségük nincs. Steyer Lajos írja meg a Szabadsághoz revidál történetét, aki egy lelkes irredenta felvidéki újságíró, csak tud németül iratot olvasni. A szerb mozgalomnak a történetét meg Tim József, a Bécsi Kollégium Hungarikumnak a főorvosa gyártja három kötetben, mert ő meg délvidéki származású volt, és tudott szerbül, tehát ezért rábízták a dolgot. De hogy valóban ennyire így van a dolog. Na jó, Eszterházi Péter meg matematikus volt, Németh László pedig orvos, tehát hogy bizonyos értelemben nyilván nem feltétlenül mindig lehet számot kérni, és nagyon fontos művek születnek egyébként nem történész végzettségűek tollából, csak hogy maga a zömöt adó professzionalizáció az egy néhány, tulajdonképpen néhány évtizedes történet. Tehát az a magyar történettudománynak az a tényleg modern nagy generáció, amit a két háború között a humanik, lebesbergi kultúrpolitika növeszt föl, és hát nagyon lefejezik őket, vannak akik túlélnek, vannak akik nem, meg elmennek emigrációba, de hát ez bizonyos értelemben, ez egy 80-90 éves történet, tehát nem több. De érdemes a fogyasztókról is szót ejteni. Tehát amikor néhány tucat ember lehet hivatásos történésznek nevezni, akkor mondjuk a Nemzeti Múzeum éves látogatószáma az nem biztos, hogy eléri az 1000 főt. És ugye vannak nagy példányszámban megjelent könyvek, történeti munkák, de a nagy példányszám azért ezekben a korszakban az a néhány ezer példány adott esetben. Tehát, hogy teljesen más a közönség. Az ország lakosságának nagy része nem fogyasztja a történetíróknak a műveit. Sokkal szűkebb a kör, akinek kevesebben dolgoznak valójában. És nincs is olyan fajta specializáció egy csomó esetben, mint ami később válik. Tehát, ha valaki történetíró, ő A-tól Z-ig a honfoglaláskortól a jelenkorig minden szempontból történetíró, ugye ez is elveszett az idők folyamán. Tehát most ugye friss példa, csak azért mondom, ugye Márki Sándornak, aki ugye a Kolozsvári Egyetem tanára volt, aztán rövid ideig ugye a Szegedre menekült egyetemnek a tanára, kiadják a naplóit, most Erdély Szádám, ugye a Békésmegyei Levéltár, egy csodálatos napló bizonyos értelemben, akit érdekel a történet, hogyan születik meg ez a történetírás, hallatlan érdekes, tehát hogyan működnek a hálózatok, ugye Márki maga is úgy kezdi a pályát, hogy középiskolai tanár, vagy főreiskolai tanár, ki kell levelez, ki kell jóba lenni, ki kell mindig iszonyú precízen leírni, hogy mennyi pénzt szerzett abba az évben. A nagy lé egyébként a tankönyvírásból jött. Tehát hogy az volt a láthatóan az a jövedelmének egy nagyon jelentős része, amikor Kolozsvárról elmenekül, ugye eljön a román megszállás után, ő egy azt hiszem 12 szobás villát hagy ott, és Szegeden egy 5 szobásba kell megférnie. Most hagyok egy kis időt a történész kollégáknak, hogy megszámolják, hogy hány szobájuk van otthon. De hogy az is látszik a naplóból, ez, ami engem bizonyos értelem elképeszt, hogy Márki egy iszonyú grafomán figura volt, tehát valami több, vagy ilyen 1200 tételes publikációs jegyzéke van a tankönyvek, meg minden egyéb mellett, és ő egyetemes történelemmel foglalkozik, mondjuk ő ír az egyik első magyar Dózsa monográfiát is, de közben nemzetközi történelme is foglalkozik, ami számomra megdöbbentő volt, hogy nem jár levéltárba alapvetően, vagy küldött nekem adatokat XY, igen, tehát egyetemes témákkal nem is nagyon járt külföldön, hát nyaralni igen, de hogy ő beült volna az augsburgi levéltárba, hogy megnézzen valamit, ilyen nincsen, egyébként előad erről a témáról, meg fél éves kollokviumokat tart ebben a témában, tehát itt is elindul egy professzionalizáció, aztán kinevezik történelemtanárnak, ért hozzá egyébként jó történész, ugye Dózsáról is. Dózsáról már nem a vérengző paraszt ezért mutatja be, de ezt Szabolcs nem sokkal jobban tudja, hanem itt egy ilyen demokratikus követelések vannak, tehát tulajdonképpen megtanul románul például, hogy megírhass Aradvár megye monográfiáját, tehát hogy van benne ez a fajta késztetés, nem egy hagyományos ilyen nacionalista történész, de közben meg látszik az, hogy bizonyos témákról úgy beszél, hogy jó esetben olvassa a szakirodalmat. Beszéltünk sokat kontextusról, meg arról, hogy hol volt, meg van a történésznek a helye. Mit lehet kezdeni azzal, vagy mit láttok annak a hátterében, amikor elindul egy valamilyen diskurzus végül is a történész és a történelem iránt érdeklődő, de nagyon más kontextust látó
hát most ebben a helyzetben hallgató között, és ír egy kommentet, amiben lehet, hogy vannak tévedések, lehet, hogy vannak olyan dolgok, amiket ő, ahogy Balázs mondta, szedett valahonnan az internetről, de hogy nagyon nincs köszönő viszonyban azzal, amit, ahogy ti látjátok az adott témát. Itt ez egy ilyen lehetetlen küldetés, mert teljesen más a kontextus, és inkább hitekről van szó, vagy hogy lehet ezt a két álláspontot közelíteni, vagy legalább párbeszédbe kerülni vele, ha lehet. Én lehet, hogy elválasztanám a történelmi iránt érdeklődőt és a komment előtt, tehát, hogy na jó, mindegy. Most bocsánat, én igyekszem tényleg rendhagyó történelmúra, ilyen előadás, olyan előadás, tehát én elég sokat járok. Nyilván vannak pontok, amikor nagyon nehéz hangot találni embereket. Én azt látom, hogy egy csomó mindenki rettentő hálás azért, hogy az ember tényleg rááldozza azt a napot, és akkor tényleg fölül a 543-as körös IC-re, és akkor elmegy, nem tudom én, Békés megyébe. Ha van, azt gondolom, hogy minden emberi diskurzusnak ez az alapja, egyfajta másik méltóságának a tiszteletben tartása. Tehát nyilvánvalóan, hogyha valaki gyökeresen más véleményt fogalmaz meg, de kíváncsi a véleményemre, és ez többé-kevésbé úgy teszi, hogy nem az ismert jelzőket halmozza a megszorításkor, hanem azt mondja, hogy tisztelt XY, vagy használja nevemet, vagy ne agyisten különösebb jelzők nélkül, akkor kialakulhat egy diskurzus. Meg tudunk békélni abban, hogy nem fogunk egyetérteni. Tehát én nem akarom mindenáron meggyőzni, elmondok neki néhány dolgot. Ki tudja, lehet, hogy egy hét, egy hónap, egy év múlva ez a dolog egy másik élmény hatására, ez a dolog elindít benne valami. Ezért nagyon fontos például az iskolákba járás, tehát én is, ha hívnak, mindig elmegyek középiskolába is. Pontosan emlékszem arra, hogy amikor én középiskolás voltam, és meghallgattam ilyen előadásokat, voltak mondatok, lehet, hogy az illetőben is emlékszem, hogy nézett ki, de amiket mondott, azok évekig, évtizedekig visszhangoznak az ember fejébe, és bizonyos értelemben biztos szerepe volt abban, hogy én a történészség felé indultam el. Tehát, hogy nem tudok másról, mint a, hogy mondjam, a normális polgári társadalom alapját, a másik méltóságának a tiszteletben tartását, mint a dialógus alapját elképzelni. Aztán persze nem fogunk egyetérteni, simán lehet, hogy nem fogunk egyetérteni, nem fogadja el, amit mondok, de ki tudja, a meggyőzés esélye mindig ott van. Elmondom, amit én tudok, ő elmondja, hogy mit gondol, megpróbálom utalni arra, hogy az lehet, hogy esetleg nem úgy van, de nem lehülyézve nyilván, mert mindenkinek neki is megvan a joga az emberi méltósághoz, ahogy nekem is, és innentől fogva ezt majd, nem tudom, nálunk magasabb hatalmak majd eldöntik, hogy ebből mi lesz, vagy hogyan alakul. Én megteszem a kötelességemet, azt gondolom, amiért visszakanyagva arra, amiért a közösség fizet, ő pedig ezt vagy elfogadja, vagy nem. Nyilván emberekre nem lehet ráerőszakolni azt, hogy már most innentől fogod, ezt fogod gondolni. Bizonyos értelemben ezért vagyok szkeptikus az összes ilyen tankönyv reforma meg hasonlókkal kapcsolatban is. Nemrég egy ilyen iskolalátogatásra egy történelmi tanár kolléga mondta, hogy figyelj, tök mindegy, ha bemegyek a terembe, magamra húzom az ajtót, ott úgyis én vagyok a gyerekekkel, azt mondok, amit van. És innentől fogva a bizonyos értelemben tök mindegy. Vagy nem tök mindegy, én tudom, hogy nyilván azért ennek van egy nagyobb hatóköre, és a módszertanos kollégák most megfenyítenek, de hogy alapvetően én mondjam, az emberi szabad diskurzusban, de mondom úgy, hogy a másik méltóságának a tiszteletben tartásával ebbe bízom, nem feltétlenül abban, hogy én mindent tudok. Ami a komment szekciót illeti. Az internet által kínált írásos kommunikációs lehetőségeket, ezek teljesen alkalmat. Fajta diskurzus. Sok minden voltam korábbi életemben, és többek között számítógépes játékokat is gyártottam egy cégben, és ott már igen előre haladott állapotban volt a különféle kommunikációs technikáknak a bevezetése, és gyártás vezetőként azzal kellett szembesülnöm. Azok az emberek, akik dohányoztak, minden nap hosszú időt töltöttek a dohányzásra kijelölt helységben egymással beszélgetve, azok sosem vesztek össze az életben munkákon. Azok az emberek, akik a belső csetrendszert használták, azoknak három mondat után sikerült eljutni oda, hogy a jó édes. És azóta ezt számos kutatás bebizonyította, hogy ha hiányzik az a metakommunikáció, többek között ugye a tisztelet kifejezésének a lehetősége, ami a testtartásodban, a hanghordozásodban is ott van, akkor sokkal
kevésbé tudsz ráhangolódni a másik álláspontjára, de ellenben sokkal gyorsabban fog eldurvulni a dolog. És ráadásul ugye a komment szekciók azt is lehetővé teszik, hogy az emberek anonim módon nyilvánuljanak. Tehát nem kell fölvállalni az arcát, ha Balázs elmegy egy előadásra, és ott föláll valaki, akkor ugye itt illik bemutatkozni, ott a közösségben őt adott esetben ismerik, tehát hogy ő a teljes valójával vallja azt a véleményt ott, amit vall. Ritkán tapasztalunk nyílt ellenségességet, agresszivitást, tiszteletlenséget esetben. Míg ellenben a komment szekció az nagyjából azzal kezdődik, hogy egy csomó esetben, hogy a rágalmazás, a szidalmazás, a mindenféle konteók, tehát hogy ott tere nincs annak, hogy valaki egy diskurzusba belekezdjen. És hát ugye van még egy sajátosság, elég megnézni akár csak azokat a videókat, podcastokat, amiket ti készítettetek, hogy milyen a nézettségük, a hallgatottságuk, és a nézőknek és a hallgatóknak hány százaléka veszi a fáradtságot, hogy bármit leírjon alá. Ez egy töredékszám az összehoz képest. A mai magyar társadalomban azok, akik ezt fogyasztják, azok nem érzik szükségesnek feltétlenül megosztani pozitív élményeiket a halottakkal, látottakkal kapcsolatban. Ez leginkább a negatív észrevételekre vonatkozik. Akinek negatív benyomása van, vagy mondandója van, az veszi a fáradtságot. Tehát tulajdonképpen szinte maga a beírás ténye szűri ezt a csoportot. És hát ugye innen nagyon nehéz visszajönni egy olyan diskurzusban, aminek mondjuk lenne jobb. Szerintem egyébként a élőben sokkal pozitívabb a helyzet, mintha csak a kommenteket olvasnánk. Azok miatt, amit Balázs és János elmondott, amikor van egy személyes kapcsolat, már csak azzal, hogy ilyen egy légtérben vagyunk, az átalakítja ennek a beszélgetésnek a menetét. Szerintem az egy járható út, és szerencsére eddig azért alapvetően működik is, hogy az ember felül akármelyik vonatra, elmegy, ahol kíváncsiak rá, és a 5 embertől a 150 emberig, akinek van rá igénye, beszélget velük, köztük van. Ez az a legjobb csatorna, aminél szerintem pillanatilag nem találtak ki jobban. Én azon gondolkoztam el, hogy vajon mi visz rá arra embereket, hogy ennyire mélységesen ragaszkodjanak egyébként ilyen józan paraszti ésszel is nehezen hihető dolgokhoz. Tehát, hogy mondjuk, pontosan mire való nekünk mondjuk egy hun eredet történet? Mitől jobb nekünk, hogy mi ebbe kapaszkodunk köröm szakadtáig, miért nem jó nekünk más? Tehát, hogy mi az, ami a hunokat ilyen kardinális dologgá teszi, azon kívül, hogy mondjuk Attila, meg még 600 év, tehát, hogy valami... Na jó, de ezen kívül, tehát hogy nekem a legtöbb ilyen tévhites elképzeléssel a legnagyobb bajom, hogy én személy szerint nem értem, hogy ez miért jobb annál, mint amit egyébként erről tudunk vagy tudni vélünk. Szerintem ez a magyar társadalom bizonyos zavarait, ilyen diszfunkcionális működését mutatja, amikor múltat kreálunk magunknak. Tehát hogyha nem vagyunk kibékülve a jelenünkkel, akkor szoktunk a múlthoz hozzányúlni, akár teljesen emberi magatartás formák iránt. De hogy ez inkább a jelenkor problémáit mutatja, hogyha ennyire ilyen ködös múltba menekülünk, aminek aztán sok tudományos alapja nincsen. Hát én csak ráerősíteni tudok arra, amit Balázs mondta, hát én is azt gondolom, hogy a történészeknek az a felelősségük, hogyha hívják őket, akkor menjenek. Annál is inkább, mert ha nem mi megyünk, akkor a hülyék fognak menni. Tehát azért ezt ne felejtsük el, hogyha keletkezik egy piaci rés, akkor abban előbb-utóbb valaki be fog nyomulni. A kommentek tekintetében az nagyon érdekes, hogy ugye ez az anonimitás, ez elszabadítja az erkölcsöket, és felment mindenfajta szabályról. És még a Facebookon is nagyon érdekes egyébként, hogy azok, akiknek a profilképük az nem a saját arcképük, hanem nem tudom, piros-fehér-zöld zászló, vagy a milleniumi emlékmű, vagy én nem tudom micsoda, azok sokkal könnyebben vágják oda a szélsőséges, vagy a sarkos véleményeiket, mint azok, akiknek hát mégiscsak ott van az arcuk, tehát, hogy akár valami fajta primér vagy szekunder szégyenérzet elfogadja őket, hogyha mondjuk valami mocsokságot vágnak az ember fejéhez. Magát a műfajt egyébként én is teljesen reménytelennek érzem, tehát én
lelkesebben néhány évvel ezelőtt még belementem ilyen hosszú vitákba, aztán rájöttem, hogy tök fölösleges, mert úgyse fogom őket meggyőzni, csak az időmet fogja elvinni a dolog, vagy még le is tilt a Igen. Igen, tehát ugye ezzel nagy valószínűséggel együtt kell élni, hogy vannak, akik meggyőzhetetlenek, és hát reménykedjünk, hogy, hogy mégis lesznek, akikben valami fajta szikrája támad az általunk elmondottaknak. Nem mellesleg egyébként, ugye a genetika fránya dolog, tehát ki fog derülni, hogy igen, van húrokonság, tehát ez, ezen ugye elég sokat dolgoznak most, és lesznek eredmények, meg vannak eredmények, meghökkentő eredmények. Tehát az, hogy ennek a középkori magyar királyságot létrehozó elitnek súlyosan keleti gyökerei vannak, ez most be fog bizonyosodni, ezzel nagyon nehéz lesz mit kezdeni. Tehát nem véletlenül van ilyen eredethagyományuk, és nem véletlenül kreálnak ilyen történetírást maguknak az Árpád korban. De hát ez lehetne másként is. Kreáltak maguknak hagyományt a frankok is, meg mindenki más is, és azért én úgy látom, hogy enélkül most jól el vannak Franciaországban, meg csomó olyan, mi meg nem. Nyilván van egy másfajta jelen mögötte. Hozzátenném, hogy Franciaországban is óriási vitát váltott ki néhány évvel ezelőtt, mikor kivették, hogy évtizedek óta, évszázadok óta így kezdődnek a történelmi tankönyvek, hogy nos ancêtres, les Gaulois, tehát a gallok az őseink. És most óriási botrány lett belőle, hogy ez kikerült ez a mondata. Történelmi tankönyvből, ami egyébként ugye az egy történeti, vagy genetikai, meg egyéb szempontból nem igazán állja meg a helyét. Még egy elemet, miközben amit mondtál, azzal nyilván egyetértek, de hogy azért azt emelném ki, hogy nem vagyunk kibékülve a múltunkkal, oké, vagy az eredetünkkel, vagy nem szeretünk magyarnak lenni. Azért ez is benne van, én legalábbis érzek benne egy ilyen nagyfokú, ami bizonyos értelemben egy 200 éves történet, tehát ezt a fajta társtalanságot, tehát hogy mi egy olyan nép vagyunk, minket senki nem ért. És a hun eredet azért azt is behozza, miközben tudom, hogy a gyökerei jóval régebbiek, azért azt is behozza, hogy hát itt azért egy olyanok az őseink, akik hát azért kicsit fosnak tőlük, tehát hogy nem véletlen, hogy a Szent Genovéva templomban mi van fölrakva Párizsban, tehát hogy ez az egész, hogy valamikor nagyok voltunk, tehát hogy ránk is érdemes figyelni, tehát hogy én a magyar nemzettudóban érzek egy folyamatos problémát ezzel kapcsolatban, hogy ami a nyelvi társadalanságból levezethető. Tehát nagyon fontos, hogy mit gondolnak rólunk külföldön, nagyon fontos, hogy mit mondanak rólunk külföldön, és ebből kifolyólag az, hogyha valami nagyhoz, nagyszerűhöz, akár rettenetes tudjuk kötni magunkat, ugye a hunok megítélése azért messze nem problémamentes Nyugat-Európában, akkor talán figyelnek ránk, talán megértenek minket, talán valami érthetővé válik. Tehát, hogy én inkább, amit te inkább így kicsit a döjfre, vagy a rosszul létre hegyezted ki ezt a dolgot, vagy a nemzeti rosszul létre, igen, de hogy ennek van egy olyan oldala is, ami egy ilyen a meg nem értettségből fakad talán. De lehet, hogy itt most már olyan dolgokat magyarázok bele, amit lehet, hogy nincsenek. A dőf az pont hiányzik ebből a történetből szerintem. Hát az első megközelítés azért benne van, hogy mi azért nagyok voltunk, és akkor mindenki más miattuk a kengyelt Európának, tehát mindenki kussolhat. Tehát, hogy... Ezt a 19. században minden európai nemzet eljátszotta, meg letette az asztalra, hogy ő milyen nagy volt, és ő mit adott, és a többiek mennyire nem számítottak. Ugye a németek mellett létezni az ilyen pontból nem volt egy egyszerű létezési forma, de hát azért azt gondolom, hogy ezek a csodálatos globális történetek, amik itt utat törnek a 21. században, mondjuk a franciák vagy az angolok esetében valójában ugyanezt a mondandót csomagolják újra egy eléggé álságos köntösben a világ többi része számára. Tehát, hogy én pont azt látom, hogy ez a most nem félnek tőlünk. Most kiszolgáltatottak vagyunk, most többek között ezért nem jó érzés magyarnak lenni, és hát ez a 20. századi történelmünknek a folyamánya, ez teljesen egyértelmű, de hogy egy rossz közérzet van mögötte, és egy mondattal azért én még visszautalnék az István a királyra, tehát abban az a tátos dal, amit említettél, hát annak azért katasztrofális következményei. Ugye az zárójelbe teszi az egész ezer éves történelmünket. Tehát, hogy aki abból indul ki, hogy Szent István korában siklott ki a magyar történelem, annak mondhatod azt, hogy egyébként utána ebben az ezer évben sikerek vannak, meg nagyság van, meg minden pozitívum és büszkeségre okot adó dolog van, az azt fogja mondani, hogy nem. Tehát, hogy gyakorlatilag legyártottunk magunknak, Magyarországon egy szubkultúra legyártott magának egy olyan történelmet, mint amilyen a szlovákok volt. Hogy
addig volt jó szlováknak lenni, amíg nagymorvák voltunk és szvatoplók, mert hát utána sajnos azt a bimbózó csodálatos állapotot azt jöttek a magyarok és eltörölték, és sikerült ugyanezt előállítani kicsibe államalkotó, államszervező nemzetként, hogy hát tulajdonképpen az igaz, a magyarság kimarad a saját történelméből, mert azt ugye megszállják idegenek, meg minden más, amit utána lehet tudni, az idegen vallás, az idegen papok, az idegen katonák, az idegenek, akik nem az igaz magyar történelmet építik föl ezer éven keresztül. És most kéne visszakanyarodni az igaz magyar pogánysághoz ebben a dologban. Nemrég volt egy podcastom, ahol az újságíró feltette a kérdést, hogy vajon mit gondolok én arról, hogy mindenki más, aki szintén csatlakozott egy tételes valláshoz, muszlim lett belőle, ott ez miért nem topik, mint nálunk, hogy ez a történelem kisiklása lenne a bármilyen türk testvér nép számára, mint ami nálunk állandóan visszatér. És hát, nyilvánvalóan ebben benne van az, hogy milyen is a kereszténység állapota Magyarországon, és hogy az emberekre mennyire hat ez a dolog, ami évszázadokon keresztül virulens volt, és ez most milyen űrt hagy maga után, és ebben mit tud benne nyomulni. De ha ettől eltekintek, akkor is itt van, hogy ez a jelenkori rossz érzés, hogy még a keresztény testvériség sem óvja meg a magyar nemzetet attól, hogy itt Európa közepén az európaiak tönkre tegyék. És hát akkor tulajdonképpen Szent István tévedett, és idegen szívű hazáruló volt, és nekünk Batukán oldalán lett volna a helyünk a határjárás idején, de minimum Szulejmán szultán oldalán török testvéreinkkel Bécs alatt. Ne tettészt! És megmaradtunk volna, mint a balkáni népek, tehát, és milyen jó volt neki. És milyen jó most, ugye? Igen. Tehát, hogyha... Hagyok egy kis időt nektek így feldolgozni, ezt, ami itt a végén elhangzott. Kedves hallgató, neked köszönjük, hogy eljutottál ideig. A digitális legendáriumot megtalálod TikTokon, YouTube-on, Facebookon, ha pedig valamelyik podcast megosztón hallgatsz minket, akkor kérlek, hogy értékeld az adást, hogy minél többekhez eljussunk, és bátran kommentelj akkor is, hogyha tetszett. És a záró kérdésem hozzátok pedig az, hogy nagyon sok minden megfogalmazódott, és oda jutottunk, hogy ez a magyar rossz érzés valahogy így fogalmaztátok meg, ami valahogy úgy érzem, hogy abból fakad, hogy a múltunkkal valahogy nem annyira kiegyensúlyozott a viszonyunk. Erre hát nagyon nagy képet nézve a magyar történettudománynak van-e válasza, de kicsit realistában maradva, hogy ne húzzuk este 6-ig ezt a beszélgetést, nektek van-e, láttok-e erre választ, van-e olyan kontextus narratíva, amit a történettudományban, vagy történettudományból kiindulva láttok, ami ezt a viszonyt a saját nemzeti múltunkhoz kiegyensúlyozottabbá tudja tenni. Most nagyon demagóg leszek, Széchenyi Istvánt fogom idézni, ugye a hitelnek a híre záró mondatát, hogy a múlt elesett hatalmunkból a jövendőnek urai vagyunk, tehát én azt gondolom, hogy nem a történetben kell megoldanunk a jelen problémáit. És egy másik klasszikust idézve, Kosári Domokosnak volt az a mondása, ugye, hogy a múltra nem érdemes megsértődni. Tehát az én véleményem szerint a történelmet azt kezeljük történelemként, akár tudományként, akár személyesen megélve, de ne a történelemben próbáljuk meg kompenzálni a saját jelenkori rossz érzésünket, vagy vélt vagy valós sikertelenségünket. Tehát tekintsünk el megtörtént események halmazaként. Igen, hát egyrészt ugye a történettől nem lesz tisztában a hetes busz, tehát hogy ezt most nem tudom, hogy ez mennyire újdonságként a nézők vagy a hallgatók számára. Ez az egyik. A másik az, hogy itt ugye nem, most idevágó Széchenyi idézetem nincs, de hogy a történész, ahogy el legyen végezve a munka. Tehát az, hogy és szerintem itt az asztal körül most nem elvtelenül puncsolni akarok, de mindenki a maga helyén csodálatos dolgokat tesz. Tehát az, hogy érthetően beszéljünk azokról a kutatásokról a társadalomban, amiket végrehajtottunk, és jutottunk valamiféle önálló kutatási eredményre, hogy ezt érthetően elmondjuk azoknak, akiket ez érdekel, illetve nyitottak rá. Ez egy nagyon fontos dolog, legyen ez a forma, előadás, kifestőkönyv, film, vagy bármi más, hogy ezen a téren is jelen legyünk. Ha az ember ezt a munkát elvégzi, akkor nem azt mondom, hogy hátradőlhet, de hogy mondjuk bizonyos értelemben jó lelkiismerettel
állhat az utókor színe elé, és valóban, ugye, hát ez nem tudom mennyire hangzik meredeken, de a történelmi bizonyos értelme nem az élettanító mestere. Tehát, hogy az, hogy a múltban mi történt, vannak persze bizonyos dolgok, amik a jelenbe átvezetnek, és érthetővé teszik a körülöttünk lévő világot, de hát nem tudom, nem akarok nagyon rossz dolgokat mondani, de mondjuk a Mohácsi csatából nem biztos, hogy meg fogjuk érteni, vagy tudunk tervet ácsolni a jövőre vonatkozóan. Tehát ez egy múltbeli esemény, ami fontos a nemzettudat szempontjából, meg egy csomó minden másból, de a jelenben viszonylag kevés következménye van ennek, nyilván az időbeli távolság miatt is. Nem biztos, hogy az a leg... Nyilván a szakmánk ellen beszélek egy kicsit, de hogy ez a legfontosabb jövő konstituáló tényező, hogy mi történt Mohácsán, mi történt Világosnál, mi történt Trianonban, miközben nyilván jelen vannak változó számban ennek a következménye a jelenkorban is, de valóban bizonyos értelemben a jövő a fontos, ez nem azt jelenti, hogy a történelemmel nem kell foglalkozni, de hogy nem biztos, hogy mindent meg tudunk magyarázni belőle. Hát a Rovasz László református püspök azt hiszem, valami olyasmit mondott az 1930-as években egy felszólalásában, hogy Trianon ellen azt tesz a legtöbbet, aki a lehető leghitelesebben kutatja és tolmácsolja. Azaz nem a mítoszok kellenek Trianonról, hanem meg kell értenünk, hogy ott mi történt velünk. Én ennél jobbat nem tudok az egész magyar történet tudományra mondani őszintén szóval, hogy ne, és eljutunk oda, hogy miért gond az, hogy ennyi fals, téves értelmezés, vagy gondolat, vagy történet van a magyar múlttal kapcsolatban, hogy ezzel egyáltalán nem segítjük a saját helyzetünk megértését, meg a múltbeli problémák megoldását sem segítjük, amikor elkezdjük elmaszatolni Jézus a pártus herceggel onnan indítva az egészet, hanem hogy a múlt tisztántartása az valójában egy össztársadalmi érdek, és szerintem ez lenne az alapvető feladata a történésznek, amiért nem kell elmenni mondjuk három műszakba a Bonyhádi zomászgyárba dolgozni. Mert ez egy munka. Ez a társadalom számára egy fontos feladat, hogy ez a saját múltunk a lehető legtisztábban legyen tartva, és amennyit tudunk erről, azt úgy kell átadni, megőrizni, beszélni róla, de hogy ilyen szempontból nem megengedhető semmiféle félrekacsintás vagy önös ilyen meghajolási érdek. Ugye ezzel szerintem érdemes valamit így kezdeni, ez egy szép feladat, jó kihívás, hogyha valaki tényleg szeretne így a saját nemzetéért tennie pillanatnyilag, akkor szerintem azzal már sokat tesz, hogyha konteós eszméket nem terjeszt. Engem történészként befolyásoltak ezek az. Ahogy a többieket is tett, hogy a közösségnek mit lehet letenni. Ha már egyszer engem kiképeztek, tanítattak, belém helyezték a bizalmat azzal, hogy fölvettek az egyetemre. És hát azt gondolom, hogy ugye mindig hányódunk a végletek között. Tehát ez a merjünk kicsik lenni, merjünk nagyok lenni, meg azt mondom, hogy történésznek meg az a dolga, hogy merjük megmutatni azt, hogy mikor mekkorák voltunk. És az néha nagy volt, néha kicsi volt, néha ekkora volt, néha akkora volt, de hogy ez hozzá kéne, hogy tartozzon a valós önismerethez. És vannak olyan történelmi filmek, amiket én azért nem szeretek, mert olyan képet sugallnak a társadalomról, ami hamis. Tehát, hogy a magyar virtusból meg lehet oldani problémákat. Nem azt sugallják, hogy egyébként módszeres munkával, hosszú kitartással, odafigyeléssel lehet megoldani feladatokat, hanem hirtelen felmozdulással. Ez egy teljesen téves elképzelés, mert a világ nem így működik körülöttünk. Tehát valójában a világ működését kellene mutatni mindig, mindenkinek, minden formában a történetírói működésén keresztül is. És hát, ha tanulnak belőle az emberek, ugye kicsi az esélyben, hagyjuk meg. Köszönöm szépen, hogy részt vettetek ebben a beszélgetésben. Ez volt a Griefsidernek a 100. adása. Megyünk tovább, és kövessetek minket, és köszönjük, hogy itt vagytok velünk, és hallgatjátok ezeket a beszélgetéseket. És köszönöm a beszélgetést. Köszönjük a meghívást.